Hát sziasztok, karácsony másnapja van, 25-e, és gondoltam, hogy beszélek nektek egy picit arról, hogy ugye most egy kicsit rendhagyóan telt nálunk ez a karácsony, és biztos vagyok benne, hogy ez nem csak velünk volt így. És én ezzel most nem azt akarom mondani, hogy a mi karácsonyunk rossz volt, vagy rosszul éreztük volna magunkat, szomorkodtunk volna. Igazából csak szeretnék azokhoz is szólni, akik szintén hasonló cipőben vannak, akiknek nem feltétlenül úgy telt a karácsony, ahogy azt gondolták, ahogy szerették volna. Ugye az embereknek a nagyon nagy része várja azt, hogy eljön a karácsony. Én is még azért vagyok olyan szerencsés helyzetben, hogy mindentől függetlenül várom a karácsonyt, szeretem a karácsonyt. Azt gondolom, hogy az emberek azért szeretik annyira ezt az ünnepet, mert egyrésztről szerintem ezt ugye egy ilyen mérföldkőként tekintik, hiszen ugye mindjárt itt az új év, és akkor elkezdhetik felgöngyölíteni az adott évet, hogy mik történtek, milyen jó dolgok történtek, vagy milyen rossz dolgok történtek. Egy pontot tehetnek, egy jó, egy rossz, egy semleges periódus végére. Másrésztről pedig, talán a megszokás miatt, tudják, hogy ezeken a napokon elfelejthetik a gondjaikat, lelkiismeret furdalás nélkül, törődhetnek magukkal, családjaikkal, tehetik félre a gondjaikat, a munkát, pihenhetnek, ehetnek, egymással tölthetik az időt, és egyfajta ilyen megnyugvás nekik az, hogy ez valami olyan, amit ismernek már, mint hogy ezen az ünnepen tényleg mindenki a szeretetre fókuszál, vagy próbál a szeretetre fókuszálni, és megnyugvásban, boldogságban telik. És ezt szeretik szerintem annyira az emberek, hogy tulajdonképpen megbízhatnak a karácsonyban, hogy ez biztos jó lesz. Viszont előbb vagy utóbb mindenkinek eljön legalább egy olyan karácsony, ami nem ebben a megszokott idillben telik, és hát ugye az embernek a megszokásból nehéz kilépnie, a komfortzónájából nehéz kilépnie, főleg ha pozitívból negatívba lép át. És hát csak ennyit szerettem volna mondani, hogy ugyan kicsiben, de én abszolút megértem ezt az érzést, és szeretném, ha tudnák, hogy nincsenek egyedül, és hogy nagyon nehéz, de bárhogy is telik a karácsony, nagyon fontos felismerni azt, hogy valamivel többek lettetek, és túl vagytok ezen az éven, azoknak, akiknek a karácsonya boldogságban telt, vagy keserűségben, akiknek a jól megszokott módon, vagy nehezebben, akik családban tudták tölteni, vagy egyedül, biztos vagyok benne, hogy amiatt legalább büszkék lehettek magatokra, hogy túl vagytok egy nehéz időszakon, vagy éppen most estek át valami nehéz időszakon, vagy csak azért, mert minden szuper. Én csak tényleg mindenkinek boldog karácsonyt szeretnék kívánni, azoknak is, akiknek idén egy picit máshogy telt, vagy egy ideje máshogy telik, nem úgy, ahogy szeretnék. Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! Az imént felvettem egy kis beszélgetést a mentális egészségről, viszont ezt szerintem nem a mai vlogban fogjátok látni, mert nem akarom, hogy túlzás legyen így az egész karácsony környékén, hanem majd egy későbbi vlogmas részben látjátok, de mindenképp a vlogmas alatt, szóval hát az is lehet, hogy már a következőben, vagy az utániban szerintem legkésőbb benne lesz. Csak egyszerűen most volt időm felvenni ezt nektek, mert ugye holnap jön már Ari apukája, meg aztán Ari apukájának a menyasszonya is. Megint itt leszünk egy páron a lakásban, és szerintem nem lesz lehetőségem felvenni. A lényeg, hogy végre megcsináltam nektek. Na ideig elemvékeztünk, befejeztük. Nagyon jó volt a játék. A vége ez egy kicsit nem ért el a klimaxot, vagy hogy mondjam, nem ért fel a játék többi részével, szerintem. Kicsit alatta volt, de jó volt. De jó volt, nagyon jó volt. És hát azt gondoljuk, hogy lehet, hogy lesz folytatás, szóval cool. Bárki tudja mikor, ugye. Hát alapból a kettő is nagyon nehezen valósult meg, úgyhogy... Ja, de lehet, azért akkora sikere van szerintem most a kettőnek, hogy azért lehet, hogy belefogja. Nagyon kevés az eladása. Komolyan, de azok viszont mindig... Mindenki imádja, de az egynél is ez volt, mindenki imádja, de alig vették, és most is ez van, hogy alig veszik. Nem volt fönt top 20-ba, mióta megjelent. És közben szét van
promózva meg. Én nem tudom, mi van. Vegyétek az LMV2-t, nagyon jó játék. Annyira meg is érdemlik. Nagyon megérdemlik. Nagyon jó játék, nagyon értékes, úgyhogy tényleg, ha még nincs meg és érdekel, akkor mindenképp vegyétek meg. Mindenképp ajánljuk. És annyira szeretettel van készítve, annyira érződik. Igen, most néztük, végignéztük a stáblistát, és még a készítőknek, az állatainak a neve is bele van írva, vagy hát gondolom, akik esetlegesen az irodába bent voltak, és kis terápiás állatkaként voltak használva, meg nagyon sokan külön írhattak ilyen köszönő üzenetet, szóval tényleg annyira jó stúdiónak tűnnek amúgy. Na mindegy, ennyit az LMV-kről, vegyétek. Most a következő dolog, amit befejezünk, az a Night Hunter társas, vagy hát nyomozós játékunk. Immáron Juli nélkül, de mindjárt végzünk vele. Úgyhogy ez a következő projekt mára. Ilyen óriási projektjeink vannak, hogy játszás, meg még több játszás. És ha ezzel megvagyunk, mert tényleg nem sok van hátra, szerintem egy-két órán belül befejezzük. Utána hagyományunkhoz híven, hát ugyan nem tudjuk teljesen tartani a hagyományt, mert a This War of Mine társas játékunk Magyarországon van. Megvan minden más platformon is, Switchen, PS-en és még MacBookon is. Úgyhogy azért tudunk játszani vele, az utána lévő program az pedig This War of Mine lesz a PS-en. Szintén az egyik örök kedvenc játékom, én nagyon szeretem. Az, hogy miért lett ez egy ilyen karácsonyi hagyomány nálunk, ja, de tudom, azért, mert karácsonyra kaptam tőled a társas játékot, és azóta, amióta azt megkaptam, minden évben karácsonykor játszottuk. Most a társas játékot is, mint ahogy a videójátékot is, több napon keresztül is lehet akár játszani, ha nem hal meg az ember azonnal. És hát igazából karácsonykor mindig volt időnk több napon keresztül is játszani a társas játékot, úgyhogy így kialakult ez a hagyomány. Hát most idén ugye nem a társas játékban, de akkor PS-en fogunk játszani This War of Mine-nal, amit szintén egyébként nagyon ajánlok. Kicsit ilyen lehangoló... Legdepresszívebb játékok, amiket jó. Igen. Háborús Sims. Háborús Sims, de nagyon jó. Én nagyon szeretem. Nagyon jó játék egyébként. Nagyon jó. Nem, hát... egy karácsonyi hangulatú, az biztos. Jó, ez tényleg. De lehet, hogy nálatok is hagyomány lesz karácsonykor. Na. Meg nyilván a társas más, az nem úgy nyomasztó, az nyomasztó egyébként. Igen, de azért a társas kevésbé. Meg a videójáték alatt végig megy ez a nagyon melankolikus, nagyon nyomasztó zene, amit egyébként imádok, de tényleg így hozzáad azért az a hangulathoz. A társas közben ez nyilván nem megy, bár betehetnénk, hogy teljes legyen az élmény. Ennyi, ezzel telik a 25-énk, ez nagyon-nagyon jó kis nap, úgyhogy remélem nektek is hasonlóan telnek az ünnepek. Na, megfejtettük a társast is. Jó volt igazából, csak néha túl könnyűnek éreztem, néha meg túl nehéznek. Igen. A másik valahogy balanszabb, vagy nem tudom, egy kicsit... Uh-huh. Jó, ja, ez jó egy volt. Olyan formula, ami nem tudom, hogy otthon létezik-e, de kéne. Szerintem biztos. Azt hiszem, mintha valaki említette volna. De ha tudtok angolul, akkor egyébként biztos, hogy Amazonról meg tudjátok ezeket rendelni. Szerintem, ha érdekeltiteket. Akkor jön a harmadik játék. A This War of Mine. Megvan amúgy a Little Ones kiegészítő is. Ami, a gyerekek is. Ami azt eredményezi, hogy igen, ami azt eredményezi, hogy nem csak felnőttekkel, de vagyis hát a gyerekeket azt hiszem nem lehet annyira irányítani, mint a felnőtteket, de gyerekek is tudnak csatlakozni a túlélő csapatunkhoz. Én úgy emlékszem, hogy a gyerekek nem, tehát ilyen nehezítőnek, olyan szinten, hogy több resource kell miattuk a táborba, viszont ők is ott használhatóak, de nem lehet velük menni ilyen gyűjtögetni. Meg nem lehet velük azt hiszem így építeni sem, meg semmi ilyesmi. Mivel hogy lehet felhőből leszedni régi mentéseket a PS-en, ezért most látjuk, hogy legutóbb január 3-án játszottunk vele, 2020-ban. Nézzük a legutóbbi meccsünket. Jó, nézzük. Oh yeah, megmenekültünk legutóbb. Marin meghalt. Boris left us. Ez nem úgy tűnt a 9. napon, mint egy győztetlenet. Ó, de volt Pavlink, akkor azért nyertünk. Pavla a kedvenc játékosunk. Segítettünk másoknak gyógyszert szerezni. És a 25. nap vége is lett. Ez nagyon rövid menet volt. Szerencsénk volt. Ah, és itt vannak az emberkék, akikkel voltunk. Emily és Pavla élte túl. Illetve hát Boris
eltűnt. Akkor Arika, Ivánó, Henrik. Jó, az jó lesz. Tehát ez a kis bunkerünk. Nagyon hideg van már most az első nap. Az is befolyásolja az emberek egészségét természetesen, hogy odakint milyen az időjárás. Ez a három emberke, kivel kezdünk, van köztük egy gyerek. És nagyon egyszerű a grafikája egyébként, de szerintem tök szépen meg van csinálva. Tudod mi van? Tudod mi jutott eszembe? Hogy pontosan egy éve ilyenkor a repülőgépen ültünk idefele. A 25-e éjfélben, mert... Nem, mert otthoni idő szerint 26-án indultunk el. És otthon már 26-a reggel van. És akkor reggel repültünk? Hát valami hajnali 4-re mentünk a reptérre, igen. Egy év Los Angelesben. Még nem értünk ide, de már jöttünk. De már úton voltunk, már a repülőn voltunk. Pontosan egy éve ilyenkor. Ez durva, mi? Nagyon durva. Egy év. Hát, nem volt eseménymentes ez az egy nem, év. Nem, se könnyű. Volt nagyon-nagyon sok jó is, de valahogy a nehézségek azok... Nehezebbek voltak, mint amennyire a jók-jók. Nem egyensúlyozták ki egymást annyira egyelőre. De még itt vagyunk. Még itt vagyunk. Az szerintem nehezebb igazán értékelni a jót, mint igen, átérezni de... a rosszat. Az biztos, hogy nagyobb skálán zúdult a szar a fejünkre, mint az áldás. Viszont mindenki mondta, hogy az első év a legnehezebb, és talán pont most érzem egy kicsit úgy, hogy már olyan nyugisabb. Még mindig vékony a jég, de már nem annyira kilátástalan, mint mondjuk volt fél éve. Talán. Yeah. De tényleg nem volt könnyű azért az autolopással, a mindenféle sztrájkkal, amit Hollywood kitermelt, főleg ez a kettő, ami hát nem a mi malmunkra hajtotta a vizet, de még mindig itt vagyunk. És szerintem sokan már feladták volna, akik egy hasonlóan nehéz éven lennének túl, úgyhogy haza tudnak menni még mindig a tutiba, sokan hazamentek volna. És tényleg azért is sokkal könnyebb és komfortosabb élethelyzetet adtunk fel azért, hogy itt legyünk, szóval. Szóval büszkének kell lenni magunkra. Egy év. Egy év. Egy éve még egy hónap is nagyon soknak tűnt. Ja. Ja. Durva. És diszforrófmájnozunk a kanapén. Mint hatal lennék. Egy év. Egy év. Pillanatban. És vicces, hogy pont ma jön apám, akivel egy aki éve jöttünk. Szinte. Apád ugyanaz... a géppel jön, amivel mi jöttünk annó. Hát kell, hát nem, mert szerencsére nem reggel, vagy reggel. Jó, te! Apád ugyanez a gépen jön, percre pontosan, mint amivel egy éve na, jött velünk. Na ezt ez vicces. Nagyon jó. Na jó, hát egy év. Hú. Milyen történelmi pillanat. Most már éjjel 2:30. Még mindig mindenki él, a 17. napnál tartunk. Nagyon gyorsan viszi az időt ez a játék, úgyhogy megyünk aludni. És szerintem a mai vlognak itt vége is van. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok. Nagyon-nagyon kellemes karácsonyt. És hát akkor a legközelebbi vlogban találkozunk. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!